A füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola 2013. szeptemberében került az Egri Főegyházmegye fenntartásába. Ekkortól kezdve jelentek meg az intézményben a különféle hitéleti programok, a keresztény értékrend szerinti nevelés. Ennek jegyében az iskolaépület emeleti részén most egy kápolnát alakítottak ki. Az iskola védőszentjének a Fatimai Szűz Máriát választottuk, és azért is ráesett a választás, nem csak azért, mert hogy fontos az üzenete, megtérésre való felszólítás, rózsafűzér imádsága, hanem mert ott van a három pásztor gyermek mellette. És éppen ezért a három pásztor gyereket, jobban mondva, akiket már az egyház szentté avatott, Jácindát és Ferencet, őket választottuk a kápolna védőszentjévé, a gyerekeknek példaképnek. A kápolnát széles körű összefogással alakították ki és rendezték be. Hatalmas összefogás, de tényleg egyházközség, iskolai közösség részéről rengeteg felajánlás érkezett, tárgyi felajánlás, pénzfelajánlás, de nagyon sokat segítettek a munkában az egyházközség tagjai, az iskola dolgozói és a város önkormányzata is nagy-nagy segítségünkre volt. A kápolnát Juhász Ferenc pasztorális helynök szentelte fel 2021. október 15-én, s mutatta be az iskola lelkészével közösen az első szentmisét. Szentbeszédében úgy fogalmazott, a kápolna hasonlatos egy ablakhoz, azzal a különbséggel, hogy nem a külvilágra, hanem a mennyországra nyílik innen kilátás. A szent helynek kisugárzása van, ahol lehetőség van az elcsendesedésre, a kérésre vagy éppen a hálaadásra. Azzal, hogy az oltári szentség megjelenik az iskola falai között, azzal tulajdonképpen az eredeti szándék teljesül az egyházmegye részéről, mert katolikus iskolát tulajdonképpen mindig azért indítunk, hogy a központja maga az Úr Jézus legyen. Az újonnan kialakított kápolna egy osztály befogadására alkalmas, így az osztálymiség helyszíne lesz. A nagyobb ünnepeket továbbra is a templomban tartják majd.